Nagybőjt 5. vasárnapján került sor az Aparhanton, Lengyelen, Kisvejkén, Nagyvejkén és Mucsfán szolgálatot teljesítő plébános beiktatására. Az Aparhanti Szent Bertalan katolikus templom megtelt hívekkel, ahol az ünnepi szentmisét Felföldi László megyéspüspök celebrálta. A beiktatásnak hagyományai vannak, hangsúlyozta a Pécsi Egyházmegye főpásztora. Katolikus egyházban ennek van egy ősi hagyománya, és ezt szeretném újra a közösség, a papok életében úgy mondanám, hogy élővé tenni, hogy találjunk benne. Két nagyon fontos része van, az egyik a papi ígéreteknek a megújítása, azaz, hogy mindig, amikor újra kezdünk, akkor valahol az alapokat újítjuk meg, tehát hogyan indultam, mit gondoltam akkor, mit éreztem, és akkor ebben ez, hiszem, hogy az ő szívükben is újjászületik. A másik pedig, amelyik a közösség irányában szolgál, hogy szolgálni fogom a hit alapokon ezt a közösséget, és jelen leszek. Ez egy nagyon fontos, nagyon felelős feladat, sőt most még nehezebb, mint bármikor. Mindig volt valamilyen formája, volt, amikor az új plébánosok együtt tettek a püspökségen esküt, és együtt kapták a kinevezést. Én fontosabbnak tartom, hogy a hívek jelenlétében, a hívek közösségében történjen, hisz őket fogja szolgálni, és hogy lássák, hogy pontosan mi is van itt háttérben, meg én magam is bevallom, hogy szeretek, örülök annak, ha találkozhatok a hívekkel, és nekem ez fontos. Az ünnepi szentmisén a megyéspüspök rávilágított, milyen fontos lenne, ha a rohanó hétköznapok után vasárnaponként megállnánk és igazi ünnepként élnénk meg a munkaszüneti napot. Ahogy aludnunk kell, ennünk kell, a méltóságunkhoz az ünnep is hozzátartozik. És egy olyan korba jutottunk, amikor ezt elveszítettük. Nagyon sokan elveszítették. De nem is tudjuk fölmérni, hogy milyen súlyos következményei vannak ennek. Tehát, hogy nem csak egyszerűen, hogy nincs ünnepünk, hanem hogy ez pszichésen, közösségileg, kapcsolati világunkban. Hisz hol kapcsolódunk a legjobban? Az ünnepi asztalnál, az ünnepeken, amik mindig is átjárták a társadalmat, átjárták a családok életét. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy szép, igazi, találkozós, közösségi, egymásra figyelő, szeretetet megerősítő ünnepeink legyenek. Itt ezen a területen egy különleges új útnak is el kell kezdődni, hisz nagyon sok településünk van, ahová nem fognak tudni eljutni, hisz a papok létszáma csökken, de ettől független meg kell tanulnunk, minden közösségnek meg kell tanulni, ünnepelni együtt. Maga, ahogy a család tud, ahogy a falu tud, úgy nekünk is meg kell tanulni ünnepelni. A másik nagyon fontos része, hogy ebben lássuk azt, hogy egy nagy közösséghez tartozunk, egy katolikus egyházhoz, ezért lesz több ilyen úgynevezett központi ünnep is, hogy ott lehessünk. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon fontosnak és lényegesnek tartom. A beiktató szentmisén részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és azon települések polgármestere is, ahol szolgálatot teljesít a jövőben az új plébános. A helyi és környékbeli hívek megtöltötték az aparhanti templomot, ahova hazajött az áthelyezett Zsolt atya. Nemrég február 1-jével kerültem ide, szülőfalumba kerültem vissza. Ez egy érdekes meglepetés volt számomra is, ugye mivel, hogy veszélyessé vált az épület, ezért az elődöm ugye nem lakhatott már a plébánián, és a püspök atya azt kérte, hogy mivel, hogy van hol laknom, ezért vállaljam el az aparhanti plébános szerepét. Amikor idejöttem, köszöntöttem a testvéreket, és mondtam, hogy hazajöttem, de nem úgy, mint Zsoltika, hanem Zsolt atya. Ebből kifolyólag ugye most másként vagyok itt, mint azelőtt. Az egyházmegye pappá szentelt, és azt a küldetést adta, hogy most elsősorban azért legyek itt, hogy a szentségeket kiszolgáljam, és egy közösséget, egy hívő közösséget szolgáljak, mint pap.
A fiatal generáció megszólítására az előző plébános is nagy hangsúlyt fektetett, ezt viszi tovább a most beiktatott plébános is. Hogyan lehet megszólítani őket, azt úgy gondolom, hogy mindig az adott lehetőségek adják, az adott helyzetek is adják. Én nagyon örülök, hogy van felkészítés első áldozásra, bélmálkozásra, amit az atya végzett, és én átvettem. Egyrészt onnan indul el, másrészt pedig majd azért szeretnék részt venni nem csak a liturgikus ünneplésekben, hanem a mindennapjaikban is a testvéreknek, gyerekeknek. Ez szerintem majd alakulni fog. Felföldi László megyés püspök azt kérte, hogy a helyiek támogassák a plébános munkáját, hiszen a katolikus közösség is egy család, amelynek rendíthetetlen szeretete és támogatása kétségtelenül nagy szerepet játszik Zsolt atya egyházi útjának alakításában.